evolúciós pszichológiai kutatócsoportunknak több mint 10 éve én is tagja vagyok, és felnőttek párválasztási szokásait, párválasztását vizsgáljuk, és sikerült kimutatnunk a párválasztás kapcsán, hogy a felnőttek olyan párt választanak, aki hasonlít az ellenkező nemű szülőjükhöz, abban az esetben, hogyha jó kapcsolatban voltak gyermekkoruk legnagyobb részével az ellentétes nemű szülőkhöz. Gyakorlatilag a gyerekekkel kapcsolatban még nem született olyan vizsgálat, amely azt kutatta volna, hogy a szülőkhöz való hasonlóság hogyan befolyásolja a gyerekek társas választásait, társas kapcsolatait. Kutatási témánk a gyerekekkel kapcsolatban is, olyan mint eddig, az arcra fókuszálnak, és a gyerekek arc preferenciáit vizsgáljuk. Eredményül azt kaptuk, hogy azok a gyermekek, akik a szüleikhez kötődnek, azok az apa arcát preferálják az idegen férfi arcával kapcsolatban. Mindezek az eredmények úgy tűnik, hogy kapcsolatba hozhatóak a felnőttekkel kapcsolatos eredményeinkkel, az úgynevezett szexuális imprintinggel, hogy felnőve az emberek, amennyiben jó kapcsolatban voltak az ellentétes nemű szüleikkel, akkor hozzá hasonló partnert választanak. De az, hogy ez a folyamat hogyan alakul ki, miként épül ki, illetve milyen bonyolult tanulási mechanizmusok, vagy milyen más kognitív mechanizmusok vesznek benne részt, ez a jövő feladata lesz majd, hogy ezt pontosan meghatározzuk. Annyi biztos, hogy a 3 és 6 év közötti gyermekeknél ez az eredmény jelzi, hogy folyamatban van egy ilyen szociális tanulás, amely meghatározza, tehát a szülőkkel való kapcsolat befolyásolja valamilyen szinten a gyermekeknek a társválasztásait. Nagyon szeretem a pszichológiát, és az evolúciós pszichológiát különösen, és ez számomra olyan, mint egy nagy kaland, mint egy ilyen nagy rejtélynek a kinyomozása. Nagyon izgalmas, és mindig van valami új, ami előbbre visz, és ami előre mozdít.